A borostyánkő, amíg még friss, tehát még gyanta, akkor a sérülés helyén képes magába zárni különböző kisebb-nagyobb élőlényeket vagy azok részeit, például kisebb ízelt lábúakat, amik nem elég erősek ahhoz, hogy kiszabaduljanak belőle, ha beleragadnak. És ennek folyamányaként ők képesek megőrződni, fosszilizálódni olyan részletességgel, amit más fosszilizációs utakon nem tudnának bejárni. Tehát ezek a részletek, amikről szó van, például pici szőrök, tüskék, pókok, szövőszemölcsei, ezek olyan finom és sérülékeny részletek, hogy bármilyen más fosszilizációs úton elvesznének. Túlmenően ezen a borostyán három dimenzióban őrzi meg azokat a dolgokat, amiket magába zár, nem lapulnak ki, és ez a megőrződési mód egy egészen egyedülálló az összes ősmaradvány típus között. Persze vannak kivételek azért, vannak kivételes ősmaradványok, amik máshogy őrződtek meg, de a borostyán az mégiscsak borostyán.